Először is egy környezettanulmány. Urbán Ernőnek köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Hol vagyunk? Mi most Nagykozárban vagyunk, Pécs mellett. Itt építettünk fel egy stúdiót, ahol próbáljuk azt a szakmai örökséget továbbvinni, ami a városban megvolt egyébként is a televíziózás és a mozgóképgyártás területén. Ugye 2011-ben megszűnt a regionális stúdió, mint utolsó olyan szakmai műhely, a televízió stúdió, a rádió az még ugye működött tovább, és úgy érezték, hogy született egy gap, van egy olyan luk, amiben így rá lehetne ülni erre a dologra, és nagyon sok szakember szabadult föl, igény is megjelent ezzel együtt, és akkor úgy gondoltuk, hogy erre reagálunk valamilyen módon, és létrehozunk egy stúdiót. Azért nem a városon belül vagyunk, mert a városhoz közel vagyunk, ugyanakkor mégis egy csendes, nyugodt falusi környezetben, imádják az ügyfeleink, nagyon szeretnek idejönni. Madárcsi csergés van, egyetlen, hogy délben harangoznak, akkor mindig meg kell állni a felvétellel, mert nagyon hangos a harang és közel van, ezen kívül imádunk itt lenni. Nagyon kényelmes helyzet. A szakmai szavakat fogunk használni a következő percekben, de reméljük, hogy a felvételt nézők ezért megbocsájtanak nekünk. Bizonyos vágóképek lesznek majd a beszélgetésünkön, de azért mutassuk be ezt a stúdiót, mit tud ez, milyen funkciók, feladatok, egységek, nagyságrendek vannak itt. Hát körülbelül olyan 70%-os készültséggel vagyunk, 2 évvel ezelőtt költöztünk ide, 1,2 hektáros területen vagyunk, 1900 négyzetméter ingatlannal, ennek a 300-400 négyzetméter körülbelül, ami a szerkesztőség, iroda, kiszolgáló egységeket jelenti, egy darab 200 négyzetméteres stúdió van, amiben most ülünk, és van egy 860 négyzetméteres, ami felújítás, illetve pontosabban funkcióváltás alatt van éppen, tehát ott a gépészet, a szigetelés, hangszigetelés, hőszigetelés folyik. Ez egy nagy beruházás, nekünk sincs mindig lehetőségünk arra, hogy azonnal megoldjunk mindent. Pályázati forrásokra is várunk, illetve a beruházásnak azért van egy átmeneti időszaka, tehát kell egy kis idő, hogy megjelenjen ez. Hogy most mire szokták kérdezni, hogy miből gondolom, hogy ez jól fog működni. Nagyon sokan próbáltak film és televíziós ipart csinálni Pécset magánszférában, és én azon gondolkodtam, hogy először az infrastruktúrális és a humán erőforrás dolgot kínálom fel az ügyfeleknek, és erre jön egy piac. Nem a piacra építettem egy, tehát nem egy igényre reagáltam, hanem egy igényt próbáltam felmutatni, és úgy néz ki, hogy ez működik jelen állás szerint. Azért ne legyünk szerénytelenek, Urbán Ernőnek van szakmai múltja ahhoz, hogy belemert vágni egy ekkora médiavállalkozásba, beszéljünk arról is. Akár onnan, ugye egy pillanat erejéig, hogy karácsony környékén leülnek a gyerekek a fa alá, és kijelentik, hogy filmproducer szeretnék lenni, miközben az óvodában, az alsó csoportban járnak még? Hát egy nagyon picit bonyolultabb a történet, de mondjuk a 90-es évek elejét írjuk, tehát amikor 80-as évek végét, amikor gimnazista voltam, ott már teljes egészében ez a műszaki pálya elragadott, tehát a Dunáti Naplóból kivágtam egy stúdióképet, ha láttam és beragasztottam egy kockás füzetbe, ugye az internet hiány még ezekkel tudtunk élni, vagy egyébként nálatok is a rádióba bekönyörögtem magam egyszer-kétszer, és csak ültem a sarokba, és csak néztem a hangmérnököt, ahogy a potmétereket tologatja. Ez az igény azonnal megjelent nálam, tehát volt egy elképesztő műszaki érdeklődés. Aztán az atlétika, mint sportágam volt, ugye válogatott atléta voltam hosszú évekig, akkor a sport mellett nem tudtam úgy dolgozni, nem tudtam ezt a műszaki pályát vinni, csak párhuzamosan elvégeztem az egyetemet testnevelés szakon, és úgy tértem vissza utána a hangmérnöki pályára, és akkor 2000-től 2011-ig a Magyar Televíziónál dolgoztam, és ezzel párhuzamosan egy saját vállalkozást építettem 99-től barátommal együtt, akivel most is csináljuk ezt az egészet, és egyszerűen autodidakta módon, soha fel nem adva, mindig felfelé viszonyítva, hogy hogy lehetne még jobb, milyen műszaki eszközökkel tudnánk még előrébb menni, kockázatosan néha, kudarcokkal teli is, meg sikerekkel teli út is volt. Akkor 2011-ben, amikor említettem, megszűnt a regionális stúdió, akkor mi úgy döntöttük, hogy teljes egészében a privát szférára fektetjük a hangsúlyt, és megpróbáljuk önerőből felépíteni azt, amit most itt látsz. De lehetett volna mondjuk inkább a mecsek oldalba venni földet és szőlőt termeszteni. Miért pont ezt? Mivel nagyhasányi vagyok, és gyerekkoromtól kezdve a szőlőbe ki kellett mennem, és akkor most már jól hangzik, de azért akkor nem nagyon szerettük annyira a permetezést, a rotációkapázást, meg a nem tudom, meccést. Tehát, hogy öcsém például egyébként rátapintottam, mert ő ezt a vonalat vitte tovább, jelenleg is nagyon sikeres borász. Nem tudom megmondani. Édesapám is zenész volt, anyu is kórusvezető, tehát a zene, a műszaki eszközök mindig
ott voltak. Nagybátyám révén is mindig valami zene szólt, valami műszaki eszköz, valami kamera, valahogy mindig előkerült a családba, és így csapódott fel a zongora teteje, hogyha vendégek jöttek. Tehát ez a zene, zeneipar, film, tévé, ez valahogy mindig ott, szuper 8-as kameráktól kezdve, hogy ott volt az ember keze ügyében, mint a mai gyerekeknek a távvezérlő, meg az iPhone, nekünk akkor az volt, és beleívódott. A média szakmai perspektívákról, a jövőképről, ahogy illik egy beszélgetés végén fogunk majd beszélni, de azért egy valami nem volt kikerülhető. Ezt úgy nevezik, hogy a média technikai rendszerváltás, a két csúnya szakszó, az analóg és a digitális. Na, ezt hogyan éltük meg? Hát ezt mai napig is megéljük, hiszen most ezek a rendszerváltások, hogyha a műszaki rendszerváltásokról beszélünk, ezek napiak szinte. Tehát amit annak idején mondjuk egy analóg és digitális között említesz, az most lehet, hogy egy év alatt megtörténik, ha nem is ezt a forradalmiságot. Ugye viccesen szoktuk mondani szakmában, hogy addig fejlesztjük a digitálisat, még feltaláljuk az analógot, mert tulajdonképpen nem történik más, hogyha a hangtechnikában gondolkodunk, mint a mintavételi frekvenciát emeljük a bitmérséget, és egyszerűen eljutunk addig, amíg egy analóg folyamot, idézőjelben most ezt viccesen mondom, elérünk. Az első ilyen váltás, hát igazán a televíziónál éltem meg, ahol igazán professzionális eszközökkel tudtunk dolgozni. Ugyan kicsit késve már, tehát mindig Pécsre azért picit később jutottak el ezek az eszközök, de professzionálisak voltak mindig a Magyar Televíziónál, a Magyar Rádiónál, nagyon ragaszkodtak ehhez, hogy felső kategóriás eszközöket használjanak. Ugye amikor a betáról átálltunk a nonlineáris editorokra, amit tudom, 90-es évek vége körülbelül, az volt egy jelentős változás, meggyorsította a dolgokat, az editálást. Most pedig egyszerűen a formátumváltások, az elképesztő informatikai háttérváltozása okozza ezt a forradalmat. Most egy példát mondok, hogy nem tudom, a 4 évvel ezelőtti vagy 5 évvel ezelőtti drónfelvételeinket nem tudjuk igazán használni, mert azóta már 2 generációt fejlődő drónkamerák olyan minőségű képet hoznak elő, hogy egyszerűen nem tudjuk pariba tenni, nem tudjuk összerakni, és így jön a te területet, hogy ezzel együtt elképesztő méretű adathalmazt kell tárolnunk, elképesztő méretű vágókép halmazva, most pár napot forgattunk, 5 terra. A magyarországi hazai technikai háttér kiszolgáló jellegű, vagy egyszerűen mindenért már külföldre kell menni, hiszen világmárkák versenyeznek egymással? Én azt gondolom, hogy minden megvan már, tehát vége annak az időszaknak, a 90-es évek elején még tényleg márkái rendeltük a magas sugárzót Németországból. Megvan minden, illetve Budapest, hogyha a filmiparra gondolok, ugye azért még mindig minden oda lejt Magyarországon. Az amerikai produkciók nagyon felhozták a filmipart, megtanultak a magyar filmesek, filmkiszolgálók filmet készíteni. Most én a műszaki háttéremberekről beszélek, kevésbé a tartalmat előállítókról. Megtanultak, csak professzionális eszközparkkal rúghatnak labdába, és mi is ezt próbáljuk követni a mi méretgazdaságos területünkön, vidékiségünket, mint handicapet magunk előtt tolva. Akkor van 3 kategória, Amerika, Hollywood, Magyarország, Etyek, Korda stúdió, és akkor Nagy Kozár, Urbán Művek? Hát ez egy kicsit azért sarkos, de mondjuk a budapesti produkciók, ahova én is néha eljárok, vagy kollégáim eljárnak, van a lehetőségünk, hogy ezekre a forgatásokra, hogy benézzünk, vagy esetleg azokkal a szakemberekkel beszélgessünk, ők teljes egészében kiszolgálják a hollywoodi nagy produkciókat is. Mi abban gondolkodunk, hogy van egy gyönyörű épített örökségünk, van egy gyönyörű város, ahol élünk, van egy nagyon jó régió, amit feltérképeztünk, mint locationök, mint helyszíneket lefotóztuk, kategorizáltuk, katalogizáltuk, és abba bízunk, hogy esetleg olyan produkciók, amik nem férnek be a nagy stúdiókba Budapesten, azok lejönnek ide hozzánk. Már a lejönnek szó is egy kicsit furcsa, inkább az eljönnek hozzánk lenne a helyes, mert hiszem azt, hogy mondjuk a magyar produkciók közül jó párat ki tudnánk szolgálni. Beszélhetünk úgymond eretnek témákról is? Nincs tabu. Ha kicsit néhány évtizedre visszamegyünk és maradunk még lokálpatrióták Pécs Baranyába, akkor elkezdhetnénk gondolkodni, hogy mindegy, hogy honnan kezdjük, ugye, de 1953-tól a Magyar Rádió Pécsi stúdiója az akkori Szentmór utca, vagy Cetkinklár utca, hol, mikor, mi volt a neve, elindult. Maguk a rádiót és televízió adóberendezések, a Pécs TV torony, Pannonia rajzfilm stúdió, a Dunántúli napló, ahol ugye az álló képek indultak.
aztán 1968 a Pécsi Filmfesztivál. Azért ez egy nagy kulturális kincs, és akkor most ugorjunk mondjuk a 2020-2021-es évfordulóhoz, hol tartunk most? Hát emlékszel, hogy pont a beszélgetésen mondtam, hogy 2011-ben, amikor kijöttünk, akkor pont azt mondtam, hogy itt egy nagyon komoly örökség van. És amit felsoroltál, nem is tudtam volna sajnos ilyen szépen elmondani, de mindegyikről tudok, meg olvastam utána, néztem, ugye megjelentek könyvek Gerner Andris könyveiben, ezek nagyon szépen össze vannak szedve. Hol tartunk most? Hát, hogy egy generációváltás vagy két generációváltás azért ebben már benne van, tehát azok az emberek, akik akkor ezeket készítették, vagy nyugdíjasok, vagy esetleg már nincsenek szakmán belül, vagy nagy Isten nem élnek, tehát azt az örökséget kevésbé tudtuk vinni. Nálunk szakemberek, akik vannak, egy részük nagyon fiatal, ez jó is tud lenni, de ugyanakkor hordoz magában nagyon sok veszélyt is. Más látásmód, én nagyon sokat tanulok tőlük egyébként, de képi látásmód, tehát akár egy tengely törés, egy bármit képesek kimozdítani a helyéről, a gyors képek, az egészen gyors képváltások, a 2 másodpercenként nem történik valami a képen, a filmben, akkor már unalmas, már elkapcsolják, TikTok videókban kell gondolkodni, 15-20 másodpercek alatt kellett elérni azt a hatást, amire régen egy Jancsós titre volt, nem tudom én, 10 perces nittek is voltak, vagy egy bevarió tartott másfél percig, sok ilyenre emlékszünk, tehát ahogy a világ is változik, ehhez nekünk is alkalmazkodni kell, hiszen a piacról élünk, tehát a piaci megrendelők ugye ezekkel az impulzusokkal élnek. Tehát és jöttek az új műfajok, mondjuk, mint a reklám. Így van, a reklámból kevesebbet készítünk, inkább portré jellegű filmek, illetve televízióban készítettünk oktatási sorozatot, ami nagy kapacitást kötött le. Az egy igazi szerkesztett műsor jelleggel készült. Mintha megmaradt volna Baranyában Pécsett a szellemi igény a filmfesztiválokra. Kell az, vagy egyik plusz olyan hozadéka a filmgyártásnak, ami hát mindegy tükör oda tartható bármikor? Szerintem van igényre, ugye 2010-2011-ben volt az Európa Kulturális Fővárosnak éve, és azután a évben a Színe Pécs Filmfesztivál, előtte ugye a Média Vévesek csináltak egy fesztivált, ugye a 68-as örökség után ez volt a következő ilyen, és tavaly és tavaly előtt próbálkoztak vállalkozói alapon ezt a Seven Hills International Filmfesztivált megoldani Pécsen, a Komlóival valamilyen módon konkurálva. Ők üzletemberek voltak, ez látszott is egy csomó mindenen. Tehát, hogy igény van-e rá? Szerintem van rá igény. Abban hiszek, hogy valamilyen módon tematikus filmfesztiválra kéne tenni, mert erre próbáltuk rá vezetni a szervezőket. 5700 filmfesztivál van a világon. Múltkor keresgettük ki, mert ezek a nevezési rendszerek ugye feltölthető verziókban vannak, hiszen 5700, tehát az elképesztő mennyiségű filmfesztivál, hogy valami olyan, ami nagyon specifikus, hogy filmzenei fesztivál, vagy valami, amit erre lehetne kihegyezni, mert ez van egy Kodály központunk, van egy tudásközpontunk, van egy kulturális negyedünk, tehát valami nagyon specifikus dolgokat tudnék elképzelni, akkor kapná föl rá a fejét szerintem a filmes szakma, hogyha valami nagyon specifikus lenne. Csak úgy, mint filmfesztivál, én azt gondolom, az nem lóg ki a háttérzajból. Hát akkor úgy értem ebből a válaszból, hogy még nincs kitalálva ez. Nincs, és nem is én fogom kitalálni, tehát én biztos vagyok benne, hogy támogatom, ha lesz ilyen, de nem érzem azt, hogy nekem erre lenne képességem, hogy én egy ilyen filmfesztivált megszervezzek, mint részesen, mint programszervező, vagy mint technikai támogató, úgy igen, de összességében egy filmfesztivál nagyon-nagyon sokrétű. Nem az a baj esetleg, hogy azonnal kellene határokat vonni, hogy akkor most kinek is dolgozunk? Mozinézőknek, televíziónézőknek, vagy az interneten a fogyasztóknak, felhasználóknak? Ezt tudják a kollégák is, hogy itt 4 rétege van a műsorgyártásunknak. Tehát maga a filmes, a reklámfilm, a videóklip és mondjuk egy lineáris televíziós, mint a Pécs TV-zés számára készített
felvételek, hogy a Pécs TV-t mi év végéig csináljuk. Ezek nem minőségbeli kategóriák, ezek technológiai beli kategóriák. Tehát egy Pécs TV magazin műsorának az elkészülési ideje, a ráfordított összeg, a ráfordított erőforrása sokkal kevesebb, mint mondjuk egy reklámfilm vagy egy videóklipért. Ez a műfaj, inkább a műfaji sajátosságok vannak, és minél jobban megyünk felfelé, annál inkább komolyabb technikai eszközök kellenek, annál komolyabb humán erőforrás kell hozzá, annál nagyobb tapasztalat, annál drágább eszközök, annál specifikusabb eszközök kellenek. Tehát ezek a rétegek, hogy te is mondod, nagyon-nagyon megvannak, és ez a mire lövünk, hát ugye a vidékiség révén nem olyan egyszerű ez, de biztos, hogy meg kell határozni a célpiacot, mint minden vállalkozás elején. Ez akár végszónak is jó lenne, de azért nem tudjuk abba adni, hiszen ígértem a beszélgetésünk elején, hogy a végén a jövőképről beszélünk. Hát ugye a történelemben, ha szóval kezdődő mondat nincs, az üzleti vállalkozásoknál viszont kell, hogy legyen, és a szakmai elképzelések és az üzlet e tekintetben gondolom szorosan összefügg itt a Nagykozári stúdióban is Urbán Ernőjéknél. Hogyan tovább? Megyünk ezen az úton, az biztos, hogy még infrastruktúrálisan fejlesztenünk kell, illetve, mint minden másnál, a CV-be, ennek a stúdiónak és ennek a csapatnak a CV-be úgynevezett krediteket kell gyűjtenünk. Tehát kell stúdiókredit, kell a kollégáknak kredit. Ez azt jelenti, hogy minél több stáblistán szerepeljünk, minél nagyobb legyen kvázi a mi saját archívumunk, a mi általunk gyártott képek, képsorozatok sokasága, hogy ezzel jelezzük azt, hogy képesek vagyunk sok mindenre. És itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ezt egy vállalkozásra hegyezzük ki, vagy hegyezett ki a kérdéseket, de ezt nem véletlen hívjuk mi Filming in Pécsnek. Tehát ez a Filming in Pécs mögött ugyan van egy cég, de a Filming in Pécs ezt egy ernyőszervezetnek képzeld. Ezt úgy képzeld, hogy minden olyan kolléga, szakember, tanulni vágyó fiatal, aki úgy gondolja, hogy ez a filmezés, a mozgóképezés területén van, annak mi kvázi segítőkezet nyújtunk, és nagyon sok ilyen van. Nagyon sok filmet támogatunk, kezdő filmeseket támogatunk, ahogy csak eszközzel, ahogy csak egy Greenbox stúdiót kér pár órára. Tehát ezt úgy képzeld, hogy mindenki, aki ezen a területen dolgozik, egy ilyen kvázi klaszterszerűen próbáljuk egyengetni, és pont ezért is egy ilyen nagyobb halmaz ez a Filming in Pécs, mint egy cégnév vagy én. Ennek részben egy utánpótlás nevelés is a célja, részben az, hogy azok az impulzusok érjenek engem is, amit van egy kollégánk, aki vlogger, megállás nélkül ezeket nyomja. Tök sokat tanulunk tőle, hogy egy mobiltelefonnal, meg egy Osmo kamerával, 60 ezer forint a komplett szettje, és miket csinál. Zseniális. Hogyha mondjuk 3-5-10 év múlva megint lehetőségünk lesz beszélgetni, mi lesz az, amit ki kell pipálni, hogy megcsináltam, sikerült, összejött, elindítottam, megvan? Az biztos, hogy nagy játékfilmet szeretnék Pécsre hozni, ami itt forog. Ugye hát, hogyha úgy mondjuk, az pont években mérjük, hiszen az előkészítés egy év egy nagy játékfilmnél, a forgatás is akár lehet fél éves, éves szintű utómunka is, tehát ezek így években mérhetőek. Utánpótlás képzésben mindenképpen, és az infrastruktúrát még úgy kialakítani, hogy ez egy méretgazdaságos, tehát itt nem lesz etyek, itt nem lesz fót, ezt mi pontosan tudjuk, de szeretjük egy csinálni, és alkotni akarunk. Lesz még új zsiguli? Hát ez a zsigulik, ugye a világos kék lett az első, ugye a nagyapám orvos volt, és annak idején a 70-es évek elején, 73-ban születtem, ő 71-ben kapott egy zsigulit, hogy akkor még hát lovaskocsival vitték őt ki, hogyha beteg volt, vagy bármi ilyesmi beteghez, és akkor ugye az első körben a zsigulikat, azokat az orvosok és az állatorvosok kapták. Az állatorvosok kapták a kombit, az emberorvosok, a körzeti orvosok pedig a simát. És akkor nekünk egy ilyen világos kék zsigulink volt, és ezt úgy mindig álmodoztam, hogy jaj, de jó lenne egyszer egy ilyen világos kék zsiguli, ha újra lenne, ugye az már nincs meg, hát az enyészet élet, ugye öreg autóról beszélünk, és egyszer csak beleszaladtam egybe az interneten, hirdették egész elérhető árban, tehát még nem volt ez az őrület körülötte, ami most van, ez a nosztalgia őrület, és akkor az első világos kék zsiguli az így meg lett. Aztán jött még egy, aztán még egy. Igazán egy pici érzelmi töltet, nosztalgia van benne, műszaki érdeklődés is benne van, szeretem bütykölni őket, kikapcsolnak, ha megyek velük egy kört. Nincs mögötte más érzelmi. Minden döntésünk amúgy is érzelmi, ezek különösen. Akkor lássuk az autókat.